Csak a lehúzott redőny és a házból kidobált törmelék emlékeztet a szombati lövöldözés rejtjeken. Egy férfi ittas állapotban saját háza előtt kergette botta a családját. Az asszony és a gyerekek a szomszédban menekültek a család fő elől, és értesítették a rendőrséget. Amikor megérkeztek a rendőrök, akkor nem vetette magát alá a rendőrintézkedésnek ellenállt, sőt egy fegyvert tartva a kezében lépett ki az ingatlanból. Többször felszólították a rendőrök, hogy tegye le ezt a fegyvert figyelmeztető lövést is alkalmaztak. Ennek ellenére a rendőre szegezte a fegyvert, és nem hagyott fel a támadó szándékával. Ekkor egy, egy, célzott lövést adott le az egyik rendőr az a támadó jobb felkaljára. Ezzel törte meg az ellenállást. Ekkor a rendőrök elsősegélyben részesítették a férfit, és mentőt hívtak hozzá. A férfi tesz követően súlyos sérülésekkel a Budapesti János Kórház traumatológiai osztályára szállították, hogy milyen állapotban van most, arról a kórház nem adott felvilágosítást. Ő a megkerítés, nem is látszik ki. Az egyik szemközti házban lévő néni szerint magának való ember volt a fenyegetőző férfi. Több mint tíz éve lakott az utcában családjával, de nem beszélt senkivel. Olyan, hogy hogy szótlan volt. És akkor, ha itt meg nem köszönt. Annyit tudok róla mondani. Az eset körülményeit és hogy jogszerű volt -e a rendőri fegyverhasználat, azt a Székesférvári nyomozóügyészség vizsgálja. A fegyverhasználatnak nagyon részletes szabályai vannak. Az, ami itt történt, az eddigi adatok alapján jogszerűnek tekinthető, az ellenállást más módon úgy tűnik nem lehetett megtörni, és a támadást komolyan kellett venni. Egyébként egy héttel ezelőtt egy másik hasonló eset is történt Fejér megyében, akkor egy másik férfi támad késsel a rendőrökre Baracskán, akik ezt látva lában lőtték a támadót.